I don't know if I'm okay. I don't see the light of day. Looking up to higher ground, thinking that'll be your sweet escape. These days gotta schedule the romance. They say that love is a slow dance. A short bike ride to the crib, using no hands. Oh shit, it feel like I'm floating, but I'm falling with both eyes closed when I let the world spin. Testing the water, she got my nerves tense. Back when I ain't even have a purpose. Szia, Tomi. Szia. Itt a lábrész. Na gyere, nézzünk szét. Annyi minden jót hallottam már a teremről, nagyon régen voltam itt, de ez nekem olyan, mint egy múzeum. Mesélj, ezek a hát gépek, ezek mi? Az is. Hát most így belecsaptunk. Belecsaptunk a lecsó közepén. Ez az első mellett. Ugye az alagsortól nézem a CrossFit résztől, ez 5 szintünk van. Most így belecsaptunk a közepébe, ez főleg a lábrész. Van hát kargyűt is, meg hasrész hátul, de ez főleg a lábrész az első mellett. Illetve a Golden Era-nak a... Ezek a... Te ezt jól látom, ezek mik ezek? Ez a legnagyobb eszmei értékkel rendelkező gépek szerintem a világon. Én már tudom, talán. Csak itt játszom a hülyét, de mondd el ezeket, ja. Hogy mik ezek. Ezt Albert Buzektől és az Arnoldtól kaptuk. Úgy gondolták, hogy itt lesznek a legjobb helyen. Ezek azok a gépek, amin 78-80-as években edzettek. Hihetetlen. Az Arnoldon kívül, ugye az Albert Buzekről azt kell tudni, hogy egy újságíró, az Arnoldnak a mentora, akinek köszönhetjük, hogy az Arnold kijutott Amerikába és elindult a karrierje, de erről órákat lehetem úgy beszélni. Igen. Az a lényeg, az Albert 76 éves és olyan, mint egy két lábon járó lexikon. Tehát amikor megkérdezek tőle egy képet, azt megmondja, hogy hol készült, mikor készült, hány órakor, hát mindent tud mindenről. Óriási. És akkor ő adta a felsorolást, hogy ezekkel a gépekkel eddig kik edzettek, ugye ott van a táblán fölírva, csak így a említésképpen, ugye az Arnoldon kívül Sergio Oliva, Frank Zane, Robbie Robinson, hát Mohamed Makkavi. Tehát jó, ezt mi tudjuk, mint testépítés szerelmes, hogy kik voltak ezek az emberek, illetve úgy szoktam tesztelni a mai edzőket is, hogy ugye ez a 1983-as Mr. Olympia, hogy akkor légy szíves, mondd el a neveket. Meg is aztán. Kaptam én is ezt a kérdést. Vagy az, vagy párat kapok, hogy ő meg ő. Igen? Vagy ez... Én nekem ez volt a testépítésnek az alapja. Tehát Ádám, de ezt honnan sikerült neked beszélni ezeket? Tehát most van az Albert Buzek. De hogy? Most följött a fia... Ugye neki volt a Buzek gym-e, ahol az Arnold is edzett, Münchenben. Illetve Arnoldnak is volt pár gép, és ezek azok, amiket még megmaradt és el tudtunk. Várjál, még szabad, ne felejtsd. Gyere egy picit. Ki mondta, hogy flip-flopban nem lehet edzeni? Hát azt mi mondjuk, de... Nagyon jó. Hihetetlen. Hát most azért elmondom, hogy... De nézzük meg ezt a felszerelést, és nézzük meg egy mai felszerelést. Fülhallgató, igen, meg cicogatói. Mindenféle divat. Igen. Nem erről szól. Jót nem. Kell edzeni, érezzük jó magunkat. Itt nem, a körítés az nem kell, ami mai időszakban most ez jellemzi a sportot. Te tudnál edzeni ekkora fülhallgatót? Én nem tudom. Nem, és semmi, ami akkor már nem szóljon zene, de én nem tudom. Igen. Gyere, menjünk tovább, hát ez hihetetlen. Tehát itt van a lábrész, ugye? Igen. Meg a has. Hát meg van egy-két prime, meg különleges gép, hátbicep, például azt kell tudni, ez az Arnold kedvence volt forgatás alatt, ez a prime. Itt az ellenállást tudod állítani rajta. Aha. Az elején indítod, akkor ott könnyű, utána nehéz. Vagy egy normál ellenállás. Éppen egy Molnár Peti mesélt erről a gépről, hogy ő is rendelt ilyen prime gépeket, hogy esetleg valakinek sérülése van, ugye? Arra is ott tudja, hogy kicsit olyan, mint a 21-eznél. Tehát, aha, hogy alulról húzott félig. Azt az effektust tereli. Ez ugyanúgy pakolósként is meg lehet csinálni, itt a Extreme Row-nál. Az is ugye az itt is nem prime, lapsúlyos, ugye? Hanem tárcsát pakolsz rá. Attól függ, hova pakolod rá, igen, súlyt, úgy fog húzni a gép. Nagyon jó. Lábnyújtóban is ilyen van, úgy ég tőle, hogy megőrülsz. Figyelj már, Ádám, hát ezek a régi gépeid itt, amit még az előző edzőteremből hoztál át, tehát ezek nem? Amerikai gépek. Tehát nem? Azt kell tudni, a Flex Gym, azért Flex Gym a neve, mert tehát a Flex gépcsalád, ami volt a Golzsémben, a Szentkirály utcában, igen, a 90-es igen, években, igen. Azok Flex gépek voltak, és amikor én ezt a gépparkot megszereztem, gondolkodtam, hogy mi legyen a terem neve. Aztán rájöttem, mivel Flex gépek, ez a Flex Gym. Tehát meg ez, hogy Flex, de amúgy a géppark miatt Flex, illetve akkor ez lett kiegészítve szigorúan Hammer Stranger, Primal és Watson-nal. Hát nem menjünk tovább, de látok itt képeket, a Dave Johnson, ők is megfordultak itt, ugye? Hát nem tudom, milyen hosszú lesz a műsor, és nagyon sok élményünket tudom elmesélni, meg hogy ki járt itt, mi történt.
Erre kitérünk ez majd lent a büfférésznél. Akkor menjünk egyen föntebb vagy lentebb. Hol, fölfelé menjünk? Kezdjük fölfelé. Innen. Nézzük meg az öltözőt. Nézzük meg az öltözőt. Ah, igen. Tehát ez se... Én magamból indultam ki, de ebben a mai generációnak is akarok példát mutatni. Tehát itt időrendi sorrendben én összeszedtem, összeszedtem alulról, időrendi sorrendben az összes nagy neveket. Kapcsolatos neveket, nem csak Mr. Olympiát, bárki, aki nem ugye emlékszik. Atya Isten, milyen nevek, Ron Van, és akkor ez külön nagy élmény, például itt van Samir Banaut, és akkor ott a kép, hogy itt ugye pózol a nevével, akkor Kenny Levron, hogy pózol, akkor vagy Dorian Yates, hogy pózol. Hát ez föl van építve, ez nagyon komolyan, hallod. Cedric itt minden évben írt, amikor jött. Aha, tényleg. Ő is itt edzett, ha itt volt Pesten, nem tudja edzett. Az Arnoldal, amit tudtam, aláírtam még ezt az amerikai zászlót is, erre azt kell tudni, hogy ez kormányzati épületről van, egy nagyon kedves újságíró barátunktól kaptam, Zolitól. Ez egy eredeti zászló, egy kormányzati épület, és azt mondta, itt lenne a legjobb helye, úgyhogy nekünk ajándékozta. Hihetetlen. Ádám, azért te közte vagy annak a pár ember között, akit marhán utálok és irigylek, jó értelemben. Tudom. Jó értelemben. Na, itt ez az öltözőszint, ott kell majd bemenni, mindjárt megmutatom. Itt annyit kell tudni, hogy itt van egy pár kép itt a történéseinkről. Igen. Tehát amikor itt Dwayne 2013-ban volt itt, ugye ott a kislányommal, a Dorian. Ez, hogy Dorian, Flex Wheeler, Kevin Levron, ezek a 90-es legendák, nekem azért nagy dolog, ugye én a cukorbetegség miatt nem versenyezhettem. De a sport visszaadta így ezeket, találkoztattam velük, barátomnak mondtad. Tök jó. Tehát, megérted ugyanaz, sőt, nagyobb élmény, mert azért ezek a nevek, amit bennünk végig, Vince Taylor, Kevin, hát Arnold, tudjuk, hát egy Vince Taylor pózolást, az hát szemléltük be. Emlékszel, itt volt a kongresszusi központban? Persze. Pfú. Akkor a Macarena-t csinálta, de... És tudod, mi volt abban a legszomorúbb? Hogy a Vince Taylor után én következtem, szabadon választott pózzal, és mindenkinek a tarkóját láttam csak. Hogy mindenki így most hallott, hogy senki nem sejlenített, de óriási élmény. Atya akkor Isten. Ugye itt van a Jamie, nagyon jó hát az barátságba került, utána visszajött még a pótforgatások, a saját képével is pózott. Ami még nagy dolog, a Thanos, a Josh Brolin, hogy itt volt. Erről azt kell tudni, az első forgatásoknál én ugye rögtön megvettem a szobrot, mondom, lejön a Josh, és akkor aláíratom, nem jött le, azt hittem színfart is kapok, mert ez nem... Értem, két forintot, igen? Nem 500 euró, de utána visszajött, és jól érezte magát, meg edzettünk. Itt van a Josh, amikor aláírja Thanos kesztyűvel a képét. Hát ez egy... Igazi old school, ember, nagyon-nagyon jó. Cutler bácsi is itt volt, úgy látom. Jay Cutler. Szerintem a fiú öltözött egy pillanatra megmutathatjuk. Férfi öltöző? A szekrények miatt. Erről ami komoly. Különleges, hogy ebben nem fantáziaképek vannak, hanem azok a képek, amiket itt fotóztunk a teremben. Dave Bautista, Dwayne, Cedric, Arnold, ez mind itt történt. Dolgokat örökítettek. És jó szellős az öltöző, tehát elférni jó. Muszáj, reméljük, hogy sokkal lesz. Igen, hogy letapossák egymás alkotot. És most megnézzük, na jó, nem nézzük meg a női öltözőt, de a női öltöző. A szoláriumban nézzük. Ezek külön bérlemények, van egy Movement Lab és egy privát boxterem. Aha. Ez szolgáltatást növelik ezek a helyek, de ezt nem üzemelem, hanem ez bérbe. Kiadod bérbe, aha. Tehát konkrétan most nyilván nem... Te kibérleted szinte az egész épületet, igen. És amit te használsz, azt... Igen, én a két öltözőhöz az egész szintet tudtam csak kivenni, aha, mivel a két vízes blokk a két végében van, és közte megmaradt ez az üres terület. Igen, érthető. És ez a legjobb, ha valaki olyan üzemelni, aki ugyanúgy a magának érzi, és akkor saját... Az teljesen jó. A Szegedi Zoli ugye a boxot, és a Pozsonyi Zsolték a munkás labot. Itt a szolárium az most azért nem üzemel, mert nem üzemel, hogy... Hát még nem jutottak ki. Ezt úgy kell kezelni, hogy kettő vadonatúj szolárium jött ide, és a legújabb infraslinggép. És rá egy hétre novemberben bezárt minden. Tehát ez egy nagyon nagy szerencsétlenség volt neki.
Úgyhogy remélem, hogy mi hamarabb kinyitják. Hát igen, igen. Bár most nyár van azért természetesen. De erre sokkal jobb. Erre nem lehetett nem, készülni. Nem, abszolút. Abszolút nem. Hát ez... Itt az akkor, ember... ha már itt vagyunk fönt, akkor nézzük igen? a harmadikat, és visszamegyünk a földszintre, a bodybuildingre. Igen, 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 igen. Hát ez, aki egy kicsit úgy van betekintése a testépítésben, meg az old school-ba. Akkor ha nem is egy mutatom, nézd, akkor itt a Flex Wheeler a nevénél. Igen. Kevin LeBron nevénél. És Ádám, akik eljöttek ide, ilyen sztárok, azok mit vélekedtek a teremről, vagy úgy? Tehát segre ültek? Hát a terem nekik nagyon tetszett, pláne egy, most a Dorianról beszélünk, vagy egy Jay Cutlerről, imádták ezeket a gépeket, edzettek már ilyen gépeket. Hát a Dorianról illetve a vendéglátás, ami a szívemből jön, és mindig itt vagyok nekik, meg asszisztálok, tehát ők ezt érzik, hogy amit pénzzel nem szeretettel adom, és önzetlenül. A Common, ugye? Ami nagyon jó itt, amikor Dwayne itt volt, csináltuk ezt a nagy falat. Aha. És akkor ott aláírta nekünk azt meg. Az is Ádámnak személyesen. Ott van a kép, amikor írja alá. Nagyon komoly. Érted, és most mondjuk a legfőső szinten, ugye? Igen. A kardió rész itt van, ketlebe. Ez egy funkcionális ez. Ami nagyon-nagyon jó, hogy szerettek az emberek, hogy ez a tér. Igen. Tehát, hogy nincs előtted egy ház, hanem körbe 180 ablakunk van az egész teremben összesen. Fény jön be, energia, ez egy nagyon pozitív dolog. Illetve azért kardiózó és a budai várat nézed, ez nem utolsó. Én itt nőttem fel, Budán, én imádok itt. Tehát én örülök, hogy itt lehetek. És közben megy a kibetítő. Itt meg a éhezők viadala, vagy nem is tudom mi az, ugye? Nagy Ferenc Gábor csinál. Igen, ügyes. Ez teljes csapat. Ez egy, úgy mondom, inkább egy közösséget. Abszolút. És óriási számokat hoznak. 6-7-es ilyen turnusok vannak, és egy pillanatra ide néztek, akkor itt azért... Itt vannak eredmények. Megmutatom most, természetesen bodybuilding most a közé, de hogy ez is említése, tehát olyan emberről beszélünk, tehát az a lényeg, a Gáborra ékes bizonyíték, mi úgy, mint nálam, ha valamit szívből csinálsz, és szenvedéllyel, ilyen sikeres lesz, tehát a Gábor azt elkezdte ott a sarokba, és már több százan hát vannak. Úgy, hogy Gábor azért tehát, egy viszonylag sikeres testépítő is volt, igen, utána küzdősportom is megpróbáltad magát. Tehát nézzen, mínusz 45 kiló, mínusz 38 kiló, van egy kisasszony, mínusz 76 kiló, ő vezeti a rekordot. Az nagyon szép. Mindenek értékem, ami munka van, ugyanúgy ezt az annál mondom. Tehát mindent becsülünk, ami a munka. Most igen. Az, hogy bodybuilding, küzdősport, teljesen mindegy. Sportolni kell és csinálni. Hát, de akkor még sétálgatunk, ne rohanjunk. Hogy az Istenbe ismerkedtél te meg Arnolddal? Ami szerintem nem csak az én kérdésem, hanem ez egy ilyen nagyon hihetetlen hollywoodi történet, nem? Hát olyannyira, hogy ezt folyamatosan ugye napi kapcsolatban vagyok vele, és évek óta már... Igen, hát azt úgy hallottam, hogy tényleg minden nap sarkoztok? Igen. Hogy de most ez várj, te minden nap? Na, és minden igen, nap? Minden nap. Sokárhány szó ugye megszólal, és látom, hogy ő hív FaceTime-on, így összerándulom. És mint egy gyerek, amikor meglátja, amikor. Tehát egy olyan szintű élmény, egy respekt, egy nagyon jó... barátság, ahogy látom, tehát hogy... Hát figyelj, ezt mondta, hogy ez tényleg barátság. És ugye, amit mondtam, hogy a műsorod elején eszembe jutott, hogy elhozzuk azt a szobrot, amit még senki nem látott eddig, amivel meglepett, az a nappaliában volt ez a szobor, és nem felejtett el, hogy sarkozás közben áll a sarokban észrevettem, ez a 74-es Mr. Olympia. Talán a legjobb formát azt hoztam, ugye? Ért a igen, formája. És volt egy szobrászművés, meglátod. A szobrászművés megcsinálta, de olyan pontos, mint egy 3D-s szobor lett. Tehát fantasztikus. És ezt küldte el aláírva. Ha most hát ez megkaptam, és most hagyd nem mondjam, hogy éreztem. Szóval, mint barát, mint majdnem, hogy azt mondjam, pótapa. De tényleg. De ez egyébként ugye beszélünk mi, meg nekem ez örök téma, mert nekem óriási ikon. Tehát amikor megvettem, összespóroltam a pénzemet, 140 forint volt az utam annyi a csúcsra. Annyi 140 forint volt. 140 forint volt. Megvettem, hát nem is tudom, mint a szentek a Bibliát. Tehát az minden
mondottál, hát idézni amiatt tudom. Kezdtem el, ezért ugye benne vannak a gyakorlatok, amit otthon végzel két cég között, nagymamának a partizsát szétszettem, meg avval eveztem, ugye lefekszel, és akkor fölhúztad magad. Na most onnan is, most te azt mondod, hogy följön az Arnold, és fölveszel a telefon, tudod a számát. Van olyan barátom, akit evetszuk, mondom, hamarabb följön az Arnoldot, amikor már nem tudom elérni. Ez egy olyan hollywoodi történet, de menjünk elé. Tehát hogyan ismerkedtél te meg vele? Mert volt Ádámka, kint dolgozott Németországban, most meg itt van Ádámka, Ádám. Tök mindegy, hogy milyen egzisztencia, nem az a lényeg, hanem olyan kapcsolat, hogy tőkéd lett ezzel, nem ezt meglovagolva, hanem hogy, te, hogy egy Schwarzenegger te barátodnak mondhatod. Hogy jutottál idáig? Tehát hogy ugye tudjuk az utam a csúcsra, tehát ez végigkísért az életemet, igen, amúgy is. Mert, te, amiatt, mert azért testi, amiatt, tehát versenyeztél is. Németországban, ugye egy cukorbeteg, eddig tudtam eljutni, úgymond Cox nélkül, megmutatom lent a képet, majd 16 és fél éves, addig lehet eljutni, és tovább már nagyon megborította volna a vércukor. Hát nem, nyilván nem ez tudtam, nem játék. Tehát visszatérve, ugye visszajöttem Magyarországra, mindig is terem volt az álmom, illetve az összes motivációt a Albert Buzeknek, akit igen, említettem, a Arnold mentora, az újságaiból merítettem, ugye mindig ezt a Gold Gym, Venice, meg ezek bele... Mert azért a Németországban azért megtanultál németül. Igen, hozzá. Hát ott jártam gimnáziumban. Igen, hát akkor... És jött egy szeminárium 2015-ben, ahol jött a srác, a szervező, hogy figyeldem, el szeretnénk hívni a Schwarzeneggert, lennél a szponzor. Hát én ezt nem agybogó érzem igen, menj, rögtön. Nem is gondoltam végig, lehetett volna egy... Igen, hát ez te vagy, igen. És össze volt meghirdetve, ami majdnem elmaradt. Majdnem elmaradt a rendezvény, önkormányzati választások voltak, szerintem nem jött össze a pénz, és mondom, akkor ezt elbukom, ezt a pénzt. Megint érzelemből döntöttem, nem ésszel. És utána fölkarolt az egész eseményt a Kistörögér, és meg lett szervezve február. Következő év február, ez 2014-ben lett volna, igen, és február 22-én 2015-ben lett megrendezve itt a Pap Lászlóba. És akkor megbeszéltem a Gergőn, vihettem, van egy amerikai autóm, avval vihettem, igen, mint sofőr. Felhívott, emlékszem a feleségem, te most sofőr vagy? Mondom, igen, igen. De a Schwarzeneggernek vagy a sofőr. És akkor ott már elkezdtünk beszélgetni. Tehát megszólítottad a németül? Vagy? Németül beszélünk, németül. De neki jó, mert mondta, hogy örül ennek, mert gyakorolja. Tehát bejutózzál a kocsiba, hátrésre. És akkor volt egy pillanat, amikor ugye mentünk a városba, vett Herendi porcánt, itt körbeálltuk a város, és azt mondja, ez Game Vicu stúdió. Tehát, hogy megyünk a terem. Hát figyelj, azt az érzést, azt nem tudom elmondani, amikor azt mondja, hogy menjünk a terembe, nézd. Így remektem, de végig. Az nagyon, amúgy ezt elmondom, ez nagyon sokára múlt el, ez a... Szerintem még most sem múlt el, hogy mondtad, hogy megcsinálj a telefonod, és ugye Arnoldnak egyedi csengő hangja van, nagyon a Terminátornak a zenés. És eljöttünk, körbe ment, tehát mindenki átment gyerekbe, azt láttam, voltak itt versenyzők is éppen, és oda egy szervusz, és így úgy odalépett hozzá, hirtelen. Tehát ez nem volt leszervezve, bejöttünk, és gondolja, valaki ez a nagyság meglát, és oda jön az Arnoldnak. És úgy maradt. Bejtött a cuccia, mentünk vagy? Tovább a terembe, és úgy maradt. Lefagytak, hát elhiszem, nem nagyon jó, és akkor következő évben életem először, akkor voltam Amerikában, 2016-ban. Ő általa, vagy? Nem, kimentem, meg akartam nézni a Venice Beach, amiről gyerekkorom óta álmodoztam, és nézegettem az újságban, nem volt internet. Igen. Tehát ha kijött egy sporttevű, ami két hónapi sporttevű, mennyit kellett várni a következő számba? Én azokból merítkeztem, újságban, nem volt internet. Hihetetlen motivált. De sokkal jobb volt. Igen, egyébként. És kimentem Venice Beach, és néztem, úristen, de hát ez mondom itt, Miért nem festik le? Tehát rögtön agyaltam, hogy képzeltem el. És akkor ott reggel tudtam, hogy jön a Gold Gymbe, oda mentem, és akkor köszöntem neki, akkor újra találkoztam. És megismert egyébként? Megemlékezem. Hát rá egy évre, az nem jó, mások. Okay, hát, és a nagy fordulópont az a 2018-as Terminátor forgatás volt, amit Budapesten forgatott. Igen, akkor jött a barátja, a filmes ismert, tehát mindenki, az egész csapata, aki vele van, testőr nélkül, tehát nem kell neki testőr, ő Arnold. Jó, igen. Nincs sztáralűr, abszolút nem, munkába hisz, és nagyon sokat tanulok tőle, erről már még beszélünk. Hogy lejött, és akkor én, tudod, megint kiöntöttem a szimet, és mit szeretnék, és a zenéjük, és a víz, és tehát mindenre odafigyeltem, és akkor ezt így, és a végén kaptam is egy levelet tőle, hogy nem, nagyon köszönjük, hogy a forgatás alatt ezt el van rakva, ezeket nem rakom ki, meg nem is, ez privát, hogy köszönöm, hogy ilyen jól éreztük magunkat, és akkor tudtunk kicsit így smúzolni a barátokkal, kikapcsolódni. Ugye egy forgatás azért kemény. Tehát egy annyi kulisszatitót elmondok róla, hogy mennyire respektál többi embert. Volt egy forgatási rész, esett is az eső, ott feküdt a földön,
és nagyon, nagyon rossz idő volt akkor, már azt hiszem október fele volt. Össze volt, igen. Ugye, igen. Mindegy, hogy melegítik, meg tartják az esenyőt, és mondták, hogy felvegyük máskor, mert nagyon szerint. Hányan vannak itt most emiatt? 200-an. Szóval nem, csináljuk. Azt és ott voltak 4 órán keresztül. És pedig akkor már 70 éves voltak, ugye? Hogy ezeket végig gondolod, hogy akinek azt nem csinál végig, akinek ilyen sztárral ugye. Vagy ez a kemény, ez végig. A Conanban is, amikor mesélik, ott, hogy megvágta a kard, és mondta a rendező, úristen, ez mit csinálok, azt nem baj, hát annál élethűbb lesz. Tehát ezt, amikor így kicsit így, pont így elgyengülnek, vagy én is, amikor itt kivoltam a b***ások alatt, tehát ő tartotta bennem, mert nem lehetett, hogy most... Olyan jó, hogy ilyen ember közül egyébként, hogy te erre kicsit úgy rávilágítasz, hogy lerántod a lepet, hogy... Lehetne másmilyen, mint tudja, látsz lehetne, egy sztárt az újságban, nyilván. Nem tudod elképzelni, milyen életben. Életben még nagyobb, mint most, amikor tudunk. Hihetetlen. Fantasztikus. Az, hogy gyerekeket segít, van az after school programja, állatokat ment, környezetvédelemmel foglalkozik. Tehát annyi mindennel foglalkozik, hogy amikor egy Arnold Classicon megyünk vele, pont mondtam a barátjának, végigmentünk egész nap. Ezen hol voltatok? Itt Spanyolban, vagy hol voltatok? Hát Ohio-ban, mindegyiken voltam vele, de hogy mondom, Joe, azt úgy, hát így elfáradta. Ő meg megy, mosolyog, tehát hogy egyszer nem láttam rajta, hogy azt mondta, hogy hogy fásult lenne. Én nem. Lehet, hogy utána leült, mert ugye bemegy a szabába, de hogy ezt végignyomta. Ezért 73-74, most lesz 74, tehát azért 70-es évben volt, amikor ezt csinált. Mi meg 45-46, tehát hogy mint a motor. És ilyenkor jut eszembe, hogy milyen lehetett mondjuk 50 évesen vagy a kormányzó. Ja. Mit csinált akkor? Hát jó, szerintem rengeteg embert a dinamikájával, meg a vehemenciájával, meg a kitartásával fogott tehát meg. Tehát reggel edzés, délután edzés, tanul. Jó, X-szeres Mr. Olympia, tehát ott oda kell tenned magad. Oké, hogy 30 éve... De azért más olimpia, tehát nekem fél órányi sztorijon vannak, amit elmesélt, amikor a Rec Parkkal találkozott, és mennyit edzettek, meg nem volt social media. Amikor a Frankóval elmentek, és a Larry Scottot várták, és ott sütöttek neki sztéket, az meg Mormon Larry is. Larry Scott, aki a Scottpadot. Igen, de figyel, olyan sztorik, hogy majd egyszer így... Jó, nyilván egy nap kevés lenne. Ez figyel. És akkor, ahogy mesél, és utána hozza a Frankónak a olasz akcentus, és figyelj, Tomi, ez... Nagyon nagy. És akkor így ülök, és mondom, hogy ezt nem hiszem el. Ne. Meg nap, mint nap, tehát 2-3 óra. Tehát én ilyen 2-3-4 óráig fönn vagyok. Az neked, te is olyan ember vagy, hogy leülsz, és akkor gondolkodsz, hogy úristen, ez megtörténik? Ezt nem tudom megszokni. Tényleg, tehát, ugye? Ha ezt úgy egy pillanatra is normálisnak tekintem, akkor úgy, én úgy érzem, elérnék szállva magam. Hát figyelj, ezzel azért mondjuk el lehetne. Minden nap hálát adok ezért. Hihetetlen. Tehát akkor megcsőren. Hát az, hogy itt ebbe a X éven belül, rövid időn belül, hát hollywoodi sztárok. Oscar igen, csak máshogy sztárban jobban vagyok, meg mások éven. Nyilván, beütöm a kódot és bemeltek hozzá. Igen, tehát, a Jamie Foxx, ugye mutattad az előbb videót, hogy... Hát a Jamie is, igen. Például, ja. Teljesen, de... A Dave Johnson meddig volt? 4 hónapot, vagy nem? Május 26-tól október 18-ig. Hát az sok, nem is. És minden nap. Tehát és minden, tudjuk, mondtad, hogy... igen, beszélted, hogy hát a 0-24. De ő úgy jött, hogy nem tudtad, mikor jön. Tehát én akkor ilyenkor úgy vagyok online, vagy hogy mondjam, standby, hogy ha felhív a testőre, hogy reggel 6-kor jövünk, akkor itt vagyok, ha éjjel 1-kor jövünk, akkor igen. Is itt vagyok. És én is ezt úgy sem, és ezt érezhetik, igen, hogy soha nem olyan, hogy ó, basszus, már meg... Megint itt vannak meg, vagy itt valaki itt küldi ezt, nem kell, rögtön, előbb itt vagyok, mint ők. De azért a Liebling azért az Arnold. Tehát az hát a mindenkinek, mindenkinek, nem? Mindenkinek, igen, hát, abszolút. Mert ő a testépítés nagykövete. Nem, ő... Szerintem mindenkinek a példaképe. Lehetne. Ugye van az 5 alapszabály, ami szerint lehet élni, és ez egy motiváló dolog, ugye azt tudod gondolom, hogy az mindenkire igaz. Tehát ez nem csak a testépítő, az életben a szemináriumokat olyan tanácsot ad és motivációt, azért motivációs nap a neve, mert ha azokat, azok mentén mész az életbe, nem tévedsz. Sikeres leszel. Igen, nem tévedsz. Tehát ugye most nem akarom elcsolni, de azért ötöt elmondom, jó, hogy legyen célod, dolgozz meg érte kőkeményen, és mindegyikre mond egy tök jó példát, hogy jutott Ausztriából oda, és mindegyikre példával alátámasztva elmondja, tehát legyen célod, dolgozz meg érte, ignoráld a negatív embereket, ne félj a kudarctól, ott is elmondja, hogy Michael Jordan mennyit kosarat dobott félre. Igen, hogy nem, igen, meg igen, és a legfontosabb, amit látok, és azt szerint él, mindig adj vissza. A közösségednek, a városodnak, tehát ő az, amikor az after school programot csinálja, amikor az állatokat menti, amikor 500 pulykát ő saját maga a munkatársával kioszt karácsony, vagy hálaadáskor ott a latin közösségnek. És ez nem kampány. Hát ott voltam azon azért is vele. Azért mondom, és ott voltam vele, és végigmentünk, és ott hozza, hello, fotózkodik.
Hát azért 500 ember. Hihetetlen. 500 ember, tudom, és gondolod végig. Olyan jó ezt hallani. Mert megcsinálhatnám azt, hogy veszek 1000 pulykát, és ott valaki hozta ki. De ő oda megy, és kihozta. Személyesen. Hát én, figyelj, folyamatosan tanulok tőle. Tehát... De szerintem mindig is fogsz. Még jó sok ideig tanuljál, azt kívánom. Hihetetlen. És akkor azt a szobrot megmutatom. Na, még lehet, még lehet, mert a lentérészt is megnézzük.